Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, önök a Heti TV-t, és a Pirkadat című reggeli politikai magazin műsorunkat látják. M. Kende Péter vagyok, és már is nagy szeretettel köszöntöm Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És mielőtt elmélyedünk, voltak mindenféle konferenciánk, egyeztetések, ezeket jól kitárgyaljuk, gyorsan elmondom, hogy hogyan is állunk, kérem szépen. A Luak a zsinagógai naptár szerint 5781-et írunk, és Tamusz Avának 7. napja van, míg a Gergely naptár azt mondja, hogy 2021. június 18-a van, és péntek. Az Arnoldok és a Leventék ünneplik a névnapjukat. A mai önkényesen kiválasztott születésnaposom 97 évvel ezelőtt született, elnézést kérek, Máriási Judit forgatókönyvíró, emléke legyen áldott. Ami az időjárást illeti, kánikula, hőségriadó, 35 fokigra is fölmehet a hőmérőnek a higanyszála, úgyhogy kérem szépen, nagyon vigyázzanak magukra, igyanak sok-sok vizet. Ami a középárfolyamokat illeti, ha jól láttam, 353.79-en áll az euró, míg 413.87-en az angol font, a Magyar Nemzeti Bank középárfolyama szerint. És akkor kezdjünk neki. Kezdjük mondjuk azzal, hogy ha jól tudom, Pozsonyban volt egy ilyen biztonságpolitikai konferencia. Igen, minden évben van az úgynevezett GlobSec, Globál Biztonság konferencia, ami az én véleményem szerint Európában a müncheni minden év februárjában megszervezett konferenciához képest a második legnagyobb Európában. Hát jó néhány országból meghívnak, főleg védelmi területről, külügyi területről, illetve biztonságpolitikai elemző központokból embereket, ahol egymásnak esnek, és mindenki elmondja a saját nézeteit. Egymásnak esnek? Hát igen. Vagy pedig ez egy ilyen, bocsánat, egy ilyen kirakat rendezvény, hogy elmegyünk, elmondom, hogy hazamegyek. Nem. Tehát hát általában az ország vezetése tiszteletét teszi, és elmondják a szokásos protokoll szöveget, államfő, kormányfő, miniszterek, és ezt követően, hát mivel biztonságpolitikai konferencia, természetes dolog, hogy a NATO-ból, illetve az Európai Unióból meghívják a vezetést, illetve hát néhány olyan szakértőt, akik azért az európai kérdésekben is otthon vannak. Most tulajdonképpen lehetett látni, hogy egyrészt foglalkoztak azzal, hogy hogyan néz ki Európa általában, és ugye ne felejtsük el, hogy közben volt egy G7 találkozó, közben volt egy NATO csúcsértekezlet, aztán találkozott az amerikai elnök az orosz elnökkel, tehát itt azért zajlanak az események. Na most ennek tükrében, vagy mondhatnám azt árnyékában történt megszervezése ez a konferencia. Én követtem végig, én azt mondom, hogy ez jó volt, jó szintű volt. Nem mondom azt, hogy egymásnak esnek, de eleve megadott témában, ami a világot érinti, ami Európát érinti, a különböző emberek egy kerekasztal beszélgetés formájában, központi előadásokat követve elmondják a véleményüket, tehát nem mindenkinek egyforma, és hát ilyenkor a vélemények összecsapnak, lehet nyugodtan beszélni, mert hát ez nem egy olyan, hogy közös nyilatkozat, meg akár miniszteri találkozó, aminek vannak a később nyomai, hát itt mindenki szabadon elmondja a véleményét, tehát itt azért föl lehet mérni, hogy ki hogyan áll hozzá, hogyan működik az Európai Unió, hogyan látják az Európai Unió vezetése részéről, vagy legalábbis a második vonal részéről, hogyan látja az egyes tagállamok részéről, hogyan áll a V4, volt külön V4 külügyi külügyminiszterek értekezete, védelmi miniszterek értekezete, és hát tulajdonképpen eljutottak egy konklúzióhoz. Érdekes, hogy mondjuk nem sok téma volt, ami például a NATO értekezleten lezajlott, tehát itt nem foglalkoztak különösképpen mondjuk a két nagy hatalommal, két másik nagy hatalommal az európai volt, tehát sem Oroszországgal mélyen, sem Kínával mélyen nem. Na, azért ezért csodálkozom, hogy nem, tehát hogy Kína föl sem merült? Hát Kína azért nem merült föl,
mert hát ezt kitárgyalták ezt azért a többé-kevésbé a NATO konferencián, és hát azt lehetett látni, hogy itt inkább európai kérdések, és az európai kérdéseken belül is az Európai Unión belüli erőviszonyok, a bővítés kérdése, ami úgy gyakorlatilag most leállt, na most ebben a kérdésben például azért vannak ellentmondások, a kelet-európai vagy közép-kelet-európai országok, illetve az Európai Unió vezetése között, mert ez nem megy, és azért többen megkérdezték azt, hogy és akkor mi lesz a nyugat-balkáni országokkal? Most mindenki tudja, hogy ha nem csatlakoznak ide, nézzük meg mindjárt a déli szomszédunkat, akkor természetesen, hogy a nagyhatalmak próbálnak ráragadni. Lásd mondjuk Szerbia helyzetét, ahol azért a kínaiak is benn vannak, elég tisztességesen, oroszok is benn vannak, oroszok szállítanak fegyvert, mondom még egyszer, közvetlen szomszédos országról van szó. És hát az Európai Unió részéről nem nagyon hangzott el az, hogy kapaszkodnának annak érdekében, hogy bővítsék a szervezetet. Aztán ott van a többi nyugat-balkáni ország, hát tudom, hogy vannak viták, meg nincsenek fölkészülve sok kérdésben, de hát el fog menni a vonat, és mi ott fog maradni az állomáson. Tehát itt azért ebbe a kérdésbe kellene valamit lépni, nem történt meg még eddig. Most ezen lehet vitatkozni, mint ahogy ezt meg is tették. Aztán hogyan történt a járványkezelés, érdekes dolog volt például, hogy ugye, hát mi magyaroknál, ugye a magyar vezetés az mindig veri mellét, hogy mi vagyunk a világon, nem Európában, a világon legjobbak a járványkezelésből, mondjuk az igazságtól nagyon messze van, ha beleszámítjuk azt, hogy mindjárt elérik a 30 ezer fős halott számot, és tulajdonképpen, hát mások mondták, hogy mások is tettek azért ezen a területen egy-két lépést, és ugye az Európai Unió késlekedett, stb. És érdekes dolog volt, hogy a szlovák külügyminiszter megjegyezte, hogy az Európai Unió az nem nemzetállam. Annak nem egy kormánya van, aki hoz egy döntést, hanem neki egyeztetni kell a 30 tagállammal, és ezután mondhat valamilyen véleményt. Tehát itt azért kijöttek azok az ellentétek, hogy például a V4-en belül, hát hogy is mondjam, nagyon finoman és nagyon udvariasan, nincs minden kérdésben az egyetértés. Szépen lehetett látni például a szlovák és a magyar vélemény között. Az nem is baj, ha nincs mindenben egyetértés, mert legyen vita. Nem is kell. De mégis, hogy mondjuk a ilyen szép magyar kifejezés, a kiberbiztonsági kérdések, azok fölmerülnek egy ilyen megbeszélésre, igen. És akkor ezzel kapcsolatban Oroszország, Kína ismételten fölmerül-e? Vagy ezt más szemszögből vizsgálták ezt? Nyilván a kiberfenyegetettség kérdését nem lehet mellézni. Ezt NATO konferencián is természetesen, közös nyilatkozatban is vastagon benne van, ellentétben például a migráció valami nincs benne, de csak nálunk, ez lett volna tehát következő ez csak nekünk probléma. Még. Gondoltam, hogy valahol lekörül forog a téma, de hát az igazság az, hogy a kiberbiztonság ügyében vannak országok, amelyeket el kell ítélni. Na most ide tartozik Kína is, meg Oroszország is. És elég nagy érdekkülönbségek vannak a V4-en belül is. Megnézzük például az orosz viszonylatot a lengyeleknél, akikkel ugye mi léptenyem a hangoztatjuk, hogy milyen kiváló az együttműködésünk. Nyilván jó az együttműködésünk a lengyelek, de Lengyelországnak más az érdeke, és különösen más mondjuk az oroszok vonatkozásában, mint a magyar kormányzatnak, és hát tulajdonképpen ebből azért fakadnak olyan viták, amiket meg kell beszélni. Nyilván egy ilyen konferencián nem lehet eljutni arra, hogy ezt a kérdést teljesen lezárjuk, de azért szépen lehetett látni, hogy más vélemények is vannak, mint amit nálunk szoktak hangoztatni. Ami mondom természetes, de hát ez itt szépen kijött, mert itt volt rá lehetőség. Meg nyilvános volt, tehát abból a szempontból, akit érdekelt, követhette és megtekinthette azt, hogy milyenek az erőviszonyok mondjuk a V4-en belül, meg egyáltalán hogyan működik az együttműködés. Ha mondjuk például engem zavart az, hogy ugye léptenyében hangoztatjuk, hogy a V4-ek így, meg úgy, meg amúgy együttműködnek kiválóan. Hát bocsánatot kérek, elég nehezen ment például itt a utaztatásnak a szabályozása, engedélyezése, igaz? Igen. Nem működött. Hát Szlovákiával most írtuk még csak alá azt a megállapodást, hogy egyáltalán a magyar oltást elfogadják, mert mi úgy döntöttünk, hogy alkalmazunk két olyan szert, amit az Európai Unió nem hagyott jóvá, amire a szlovák külügyminiszter világosan megjegyezte, hogy mi azokat, amelyeket nem hagytak jóvá az Európai Unió egészségügyi vezetése részéről, azt mi nem alkalmazunk. Közben meg kiderült, hogy végül is ők is vettek Sputnik V oltóanyagot.
Hát más kérdés az, hogy vannak országok, ahol például ez nem működik, mindjárt megnézzük a nyugati szomszédunkat. Tehát Magyarországról az én megítélésem szerint többen utaznak Ausztria felé, és Ausztria, mint tranzitországon keresztül, Olaszország, stb. Irányába, gépkocsiba, mint mondjuk Mongóliába, ahol nyugodtan lehet menni, de én nem sok olyan turistát láttam, akinek a úti célja Ulaanbaatar lenne, vagy ennek a környéke, viszont vannak olyan ötletek, hogy elmenek Ausztriába, vagy elmenek Olaszországba. Világos. És akkor mindeközben volt egy csúcs találkozó a két nagyhatalom vezetője között. A kérdésem az, hogy mennyire nagyhatalomról beszélünk, akár az Egyesült Államok, akár az Oroszország tekintetében, és hogy egy ilyen megbeszélés során, azon kívül, hogy most megismerik egymást, ahogy ezt szokták mondani, mint a kutyák, hogy körbe szagolgatják egymást, megnézik egymás gyenge pontjait, történhet-e valami előrelépés? Elvileg történhetne, feltételes módban mondtam, de hát pillanatnyilag olyan állapotban van a két ország viszonya, hogy olyan nagy elvárásokat nem lehetett előre jelezni. Jó, hát nem azt gondoltam, hogy egymás nyakába borulnak. Nyilván olyan kérdéseket, amiket már ők lezártnak tekintenek egymás között, mondjuk a nyitott égbolt problematikája, vagy egyéb ilyen biztonsági területen meglévő kérdések, illetve azok a vélemények, amik még alakíthatók a válságközetekben történő esetleges együttműködéssel kapcsolatban. Nyilván beszéltek erről is, és nem minden nyilvános, ami ott elhangzott, mert azért az oroszoknak sem teljesen mindegy az, hogy mi lesz Afganisztánban. Ezt akartam kérdezni, hogy Afganisztánban az egy sarkalatos pont. Ez egy nagyon sarkalatos pont, biztos vagyok benne, hogy erről beszéltek. Tehát, hogy most ezt nem hozták nyilvánosságra, az az oroszoknak sem mindegy, hogy mi történik Afganisztánban. Nem mindegy az, hogy mennyi kábítószert szállítanak át Oroszországon keresztül nyugati irányokba, illetve a különböző sztánországok hogyan vesznek ebben részt, amely közvetlen határosak Oroszországgal, tehát ez biztos, hogy szóba került a terrorizmus kérdése, és hát hogyha arról van szó, hogy valamilyen közös témát kell keresni, ami meg tudunk egyezni, akkor mindig a terrorizmus szokott lenni, mert utáljuk a terroristákat. Címszóval ugye lehet egy beszélgetést indítani. De én nem látom azt, hogy itt bármilyen áttörés lett volna, nem is lehetett várni, senki nem várta azt, hogy itt nagy áttörés lesz. Itt tényleg annyi, hogy nyalogatták egymást, és hogy visszaküldik a nagyköveteket, mondjuk ez nem egy hős tett, tehát ez természetes dolog a diplomáciában, hogy nagyköveteket cserélnek már elég régóta, és hát hogyha hazahívták valamilyen nyomós indok miatt, a nyomóst azt idézőjebe tettem, akkor utána egy idő után csak visszaküldik ezeket az állomáshelyükre, és folytatódik az élet. Ettől még nyugodtan lehet rossz viszony, meg lehet jó viszony. Tehát ez nem határozza meg a kérdéseket. Hát én úgy látom, hogy itt hogy nagy hatalom, meg világhatalom, hát tudomásul kell venni, hogy az Amerikai Egyesült Államok pillanatnyilag világhatalom. Kína pillanatnyilag világhatalom. Azon lehet vitatkozni, hogy Oroszország világhatalom-e, de hát azért ne felejtsük el, hogy ő is NSZBT tag. És hát én azt szoktam mondani, hogy erős világhatalmi törekvésekkel rendelkező középhatalom. De világhatalomnak most már nem nevezhető úgy, mint annak idején ezt a Szovjetunió esetében mondtuk. Tehát én úgy gondolom, hogy mivel nagy hatalom és elég széles kapcsolati rendszerrel rendelkezik, és Putyin mindent elkövet annak érdekében, hogy ez nőjön, csápokat kiterjessze különböző irányokba, különböző földrészek felé, ahová lehet, azt lehet mondani, hogy a világhatalmi törekvések az igencsak fontos szerepet játszanak az orosz politikában. Na most itt nyilván a politikában ütközés van. Nem tetszik az amerikaiaknak egy-két dolog, amit az oroszok csinálnak, ehhez csatlakoznak az európaiak, az egyik így, a másik úgy, sajnos nem egységesen, de ezt is meg lehet érteni, mert a gazdasági együttműködés mindenkinek fontos. Tehát az, hogy jöjjön a gáz, mondjuk például nekünk, az nagyon fontos, és hogyha elzárnák a csapokat, akkor roppant kellemetlen lenne télen, mert most ugyan könnyen beszélünk róla, hogy meleg van, de akkor viszont január-februárban nem tudjuk ezt mondani, tehát fontos az, hogy legyenek gazdasági kapcsolatok. Egyik országnak jobb, másiknak rosszabb, megnézzük a lengyelt, az teljesen másképp látja ezt a kérdést, mint mondjuk a magyarok, megint másképp a csehek, illetve a szlovákok, a csehek közel vannak németekhez, ha egy kicsit túlozni akarok, akkor azt mondom, hogy német tartomány,
Tehát tulajdonképpen, amíg bejön egy olyan választás, ami a lengyelek számára kedvező lesz, vagy a csehek számára, akkor ettől kezdve nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon, nagyon jó irány lesz a jövőt illetően. Hát ezt majd szeptembertől meg fogjuk látni, lezárnak a német választások. De az igazság az, hogy Oroszországot nem lehet mellőzni. Tehát nálunk is lehet különböző értékeléseket hallani, így gyenge, meg úgy gyenge. Nem gyenge. Oroszország erős. Oroszország azt a pénzt, amit a gázból, illetve mondanám, azt az energiából beszed, hát nem a lakosság életkörülményeinek a javítására fordítja döntő mértékben. Mert, ezt mondom én. Mert fegyver kell. Jó, igen. Értettem. Körbejártuk megint a világot. Tanulságképp talán csak annyi, hogy érdemes sokat beszélgetni a biztonságról, és nem csak beszélgetni, hanem cselekedni is. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad. És kedves nézőink, most egy tegnap rögzített beszélgetést fognak látni, ahol Breyer Péter faggatta Zeidler Ádámot, a Milestone Institute-nak a képviselőjét. Utána persze jövünk vissza élőben.